Igazából, amikor a második kisfiammal várandós lettem, akkor megint igazából kórházi szüléssel indultunk, tehát hogy arra készültünk. Volt egy orvosom, nem mentem vissza az előző szülésem, mert levezető orvoshoz, úgy voltam vele, hogy én nekem, ő nem volt az esetem. Kihez jártam, az egy női nőgyógyász volt, és őt nagyon-nagyon kedveltem. Viszont amikor én elmentem a védőnőmhöz, hogy akkor megkapom a kiskönyvet, akkor ő azt mondta, hogy de hogy én miért nem szülök otthon, hogy nekem otthon kéne szülnöm. És mondtam a férjemnek, és mondta, hogy nem, tehát hogy ki ne találtad körül. Mindent elfogad, amit én kitalálok, és ez egy nagyon-nagyon merev elutasítás volt, de nagyon-nagyon merev. Akkor mondom, jó, de most én ebből nem fogok nagy vitát nyitni, tehát nem akartam azt, hogy az legyen, hogy én most ezért küzdök. Ő meg olyanba megy bele, amiben nem érzi komfortosan magát, hiába az én szülésem, mondom, nem. És én ki voltam békülve az orvossal, tehát hogy úgy voltam vele, hogy ezt tényleg rákérdeztem nagyon az elején, hogy ő mit gondol a szülésről, azt mondta, hogy ő csak áll és néz, mondom, jó, akkor ez így nekem jól hangzik, akkor legyen ez, és akkor ebbe így kibékültem. Tényleg jártunk a terhesgondozásra, semmi gond nem volt. Egyszer-kétszer volt ilyen nagyon apró kis félmondata a doktornőnek, amit úgy befészkeltem magam, hogy hát, mondom, lehet, hogy megint csak marketing szöveg, hogy ő nagyon természetes, hogy ő csak áll. Nem nagy dolgok voltak, csak ilyenek, hogy hát a szülési tervet, hát ne, az fölösleges, hát ez nem lehet tudni, hát a szülésnél nem lehet tudni. Meg hogy hát nem, két ember nem jöhet be, tehát nem lehet dúlám, vagy hát választom ki, hogy dúla vagy apuka, mert hogy annyira kicsik a szülőszobák, de hogy ez nem a kórház hozzáállása, mert hogy a császármetszés is bemelt apuka. És akkor igazából, amikor elmentem hozzá, így nem is tudom, szerintem a harmadik trimester elején lehetett, és akkor megint beszéltünk a szülésről, és akkor mondta a doktornő, hogy hát, hogy ő ennyit és ennyit szokott érte kapni, hogyha ragaszkodunk hozzá, hogy ott legyen. És elmeséltem a férjemnek, és akkor úgy nagyon kiábrándult, hogy ez a lelkes, fiatal doktornő, és még ő is pénzt kér. Én ott nem éreztem ezt annyira drámainak, de ő benne, ez így nagyon benne maradt. És akkor időközben ugye kitört a világjárvány, minden bezárt, és akkor elkezdtek jönni ezek a hírek, hogy apuka nem mehet be a szülőszobára. És akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mondom, akkor itt van egy lehetőség, hogy én ezt még, ez egy esély pluszban a sorstól, és én ezt még egyszer megfutom ezt a követ. És akkor mondtam a férjemnek, nem is tudom, egy hétvégén, és akkor mondta, hogy nem. Tehát, hogy nem, hát, hogy ő annyira félt, és hogy neki az első szülés is egy rémálom volt. Mondom, pontosan ezért, mondom, mert ott traumatizálnak, mert ott olyanokat mondanak, hogy fél óra alatt agykárosodott lesz a gyerek. Hát, hogy lenne, amikor külföldön 12 órát töltenek szülőcsatornába a gyerekek, és nem ez sem bajuk. És mondta, hogy nem, egyszerűen nem tud ezen túlépni. És minden este visszatértünk, és akkor arra azt mondta, hogy akkor adjak neki valami anyagot, hogy így valami beszámoló. És találtunk egy három részes blogbejegyzést egy apukától, hogy ők miért választották az otthonszülést, illetve hogy milyen volt. És akkor szerintem ilyen csütörtök magasságon, tehát egy 3-4 nap után azt mondta, hogy akkor rendelj egy bábát. Oké, hogyha komolyan így gondolod, akkor mondom, én felhívom holnap azt a bábát, akit még az elején a védőnő ajánlott. És akkor felhívtam, és akkor elmondtam az egész helyzetet, hogy kórházi szülésre készültünk, 30. hét van, és akkor azt mondta, hogy jó, igazából még annyira mákom van, hogyha én most azt mondom, hogy biztos vagyok ebben, hogy én otthon szülést szeretnék, akkor ő még be tud írni. És akkor még egyszer átrágtuk, és azt mondtuk, hogy akkor biztos. És onnantól kezdve én tényleg őszintén azt éreztem, hogy a férjem teljesen támogat, és tényleg átkapcsoltam magába, és nem az volt, hogy jó, de majd ezt mindig a fejedhez vágom, hogyha lesz egy következő vita, hanem ő tényleg úgy érezte, hogy akkor ez így jó lesz. És egyébként nekem is egy nagy dilemma volt, mert hogy én is már megvoltam azzal békülve, de utólag tudom, hogy azért hiába lett volna nagyon támogató az a közeg esetleg, vagy lett volna jó az a doktornő, nem lehetett volna összehasonlítani a kettőt. Akkor elkezdtünk online szülésfelkészítőnél járni, végigjártuk ezeket az alkalmakat a bábákkal. Hiába jártam végig egy kórházi szülésfelkészítőt, hiába olvastam nagyon sokat ezekről a dolgokról, azért azt gondolom, hogy nagyon nagy a különbség. És amit mindenképp szeretnék kiemelni, hogy itt két olyan alkalom volt, amikor csak arról beszélgettünk, hogy mi hogyan születtünk, hogy az anyukánk miket mesélt nekünk, hogy az első szülésünknél, vagy a korábbi szüléseinknél, meg a korábbi gyerekágyainknál milyen élményeink voltak, és azt gondolom, hogy ez a lelki felkészülés, ez nagyon fontos, és így
egy kórházi szülésfelkészítőn semmi ilyesmiről soha szó sem esik, és ez iszonyat nagy különbség szerintem. Egy vasárnap este volt, és akkor elkezdtek jönni a fájások, de annyira rendszertelen volt, hogy igazából 11-ig a férjemnek se szóltam. Mondom, hogy biztos jóslók. Tehát tényleg volt, hogy 3 perc múlva, de volt, hogy 20 perc múlva. De annyira nem akart múlni, tehát én abszolút nem tudtam belealudni. És akkor nagy nézen éjfélre meggyőzött, hogy azért szólják már a bábáknak, mert hogy annyira nem közelről jönnek. Jó, felhívtam, és akkor mondtam a bábának, hogy mi van, mi a helyzet, mondta, hogy hát akkor azt javasolja, hogy üljek be egy kád vízbe, és hogyha berendszereződnek a fájások, akkor szólják, hogyha nem, esetleg enyhülnek, akkor viszont pihenjek mindenképp. Nézd, hát nem ezt mondom már, mint hogyha rendszeres lenne, 6 perces. Mondom, jó, most akkor inkább kiszállok, és akkor szólunk neki. De mire visszaértem a hálószobába, addigra 3 percesek voltak. Igyekeztem utasításokat adni a férjemnek, hogy mi hol van, pakolja ezt elő, ezt oda, ezt nem tudom. És akkor már egy annyira intenzív volt, hogy igazából én biztos vagyok benne, hogy ha a kórházi szülésre készülünk, sem érünk be a kórházba, meg nem, tehát nem tudtam volna beülni az autóba, ez egészen biztos. Tehát, hogy a nappaliba kimenni, az egy ilyen iszonyat tortúra volt, és nem tudom, 10-szer ültem vissza körülbelül, mert ahogy megpróbáltam felállni, jött a fájás. Volt egy gimnasztikai labdám, amit direkt erre vettem, mert ez nagyon jó volt az első szülésemnél, nem volt jó. Próbáltam előrehajolni, mert az is jó volt az első szülésemnél, nem volt jó. Egyszerűen azt éreztem, hogy annyira intenzív, annyira gyors fájások, szünet nélkül jöttek szinte, hogy pont nem olyan volt, amit szerettem volna, nem volt békés, nem volt nyugodt. Iszonyatosan intenzív és gyors volt, de mégis úgy nagyon a helyén volt minden. Ugyanúgy kapcsolt zenét nekem, ugye halvány fények voltak, ezért azt a kórházban ezt ugye nem lehetett megcsinálni, zene volt, de a fények azok. És akkor annyira szenvedtem, hogy mondom, igazából én nem tudok mit csinálni, nekem le kell feküdnöm a kanapére. És így lefeküdtem oldalt, és így próbáltam így tényleg így átremegni a fájásokat, amik így folyamatosan jöttek. És akkor 3-4-2-kor érkezett meg végül az egyik bába, és így mondtam neki, hogy mondom, hozzuk be a medencét, légy szíves. Tehát, hogy mondom, már annyira fáj, hogy be akarok menni a medencébe. És így mondta, hogy hát itt nem lesz medence. Mert hogy mire ő kiéri, megszülök. Hát mondom, akkor jó, mondta, hogy ha szeretném, akkor ő most megnézi, hogy hogy áll. És mondtam, hogy igen, nagyon szeretném, hogy megnézzük. Az egy nagyon-nagyon érdekes különbség volt, hogy megvizsgált és nem vettem észre. Tehát, hogy azért a kórházi vizsgálat az nem ilyen volt. És az utólag emlékszem, hogy mondta a férjemnek, hogy mondom, hogy ha ezt lehet így is, akkor miért nem úgy csinálják? És megvizsgált, és akkor mondta, hogy hát valóban nem lesz medence, mert ahogy én innen felállok, meg fog szülni. És akkor tényleg így is lett igazából, pont akkor, amikor megfordultam, hogy akkor keresünk valami testhelyzetet, akkor bejött a másik bába, ez 2:05 volt, kezet mosott, odajött, és akkor igazából 3 tolófájás után a kisfiamat ő kapta el, tehát ő ugye erre érkezett, és akkor azonnal odaadták nekem, gyorsan elkészítették a helyet a kanapén, odafeküdtem, megkaptam a kisfiamat a mellkasomra, és igazából így voltunk 2 órát legalább, akkor a férjemnek az arca, meg úgy az egész viselkedése az így teljesen leírhatatlan volt. Tehát olyan extázisban volt, hogy így tényleg, tehát én annak örültem, hogy ő ennyire örül. Tényleg annak ellenére, hogy honnan indultunk, és hogy annyira, hogy akkor most ő mindenkit felhív, és akkor egy bábák mondták, hogy hát hogy azért a lepényt még várjuk már meg, mert hogy akkor van befejezve. És az, ott viszont egy kicsit izgultam, mert az elég hosszú volt. Nem csináltak ugye semmit, csak vártak, és nem volt igazából fájásom. De aztán azzal is minden rendben volt. Kellett egyébként varni, valószínűleg az előző vágás helyén, de hát ezt nyilván sose fogjuk tudni. Ez is teljesen rendben lement, és ehhez se kapcsoltak villanyt, és csönd volt, és nyugodtan. Hát én igazából csak a fejtetejét láttam a gyereknek, de hogy akkor is ott voltunk, és együtt voltunk, és hát, hogy ez egészen nagyon bensőséges volt. És akkor utána, amikor letelt ez a kb. 2 óra, akkor utána a férjem kapta meg a babát, ő is ült vele egy kicsit, és akkor én addig elmentem lezuhanyozni az egyik bába segítségével. És ilyen hajnali 5 körül már így világosodott, akkor mentek el. És akkor felkelt a nagyobbik fiam, és akkor átjött hozzánk, és akkor tényleg pontosan az volt, amit én így előre elképzeltem, hogy ez mennyire fantasztikus lenne. Hogy akkor ő ugye oda beslattyog, és akkor itt a tesód, és akkor megnézte, és örült neki, és oda bújt ő is. És így tényleg fantasztikus volt. Jött utána ugye a neonatológus másnap, ott vizsgálta meg, nem vitték sehova, nem piszkálta senki, nem volt az, hogy nem tudom, hogy mi történt vele x óráig.
a gyerekágy az, amit azt gondolom, hogy teljesen összehasonlíthatatlan, és így utólag azt érzem, hogy akár még nekem a vajudás az első esetben, és egy kórházi vajudás is lehet szép, és azzal nincsen semmi gond, de egyszerűen a szülés az, amit nem, tehát maga az nem lehet összehasonlítani, mert az egyik esetben az volt, hogy én nem éreztem azt, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy nekem mondták, hogy mit csináljak, hogy úgy éreztem, hogy nem tudom jól megcsinálni ezt a dolgot, és a másik meg senki nem mondott semmit, és mégis meg tudtam csinálni magamtól, és ez az, ami nagyon erőt adó tud lenni.